keringővel vette kezdetét a farsangi mulatsága az Egymi Sárospataki intézményében, vagy, ahogy inkább ismerik a helyiek, az egykori Erdélyi János Általános Iskolában. Az intézmény vezetője azt mondta híradónknak, ők egész napos programmal igyekeznek elűzni a telet. Az iskolai farsang az nálunk évek óta már egy egész napos program. Ennek a leglátványosabb része az délelőtt van, 10 órai kezdettel, ez a jelmezesek felvonulása. A jelmezesek nálunk többségében csoportos jelmezek, amelyeket a iskola dolgozói találnak és valósítanak meg természetesen a gyermekekkel közösen. Van zsűrink is, zsűrizés alatt vannak ezek a jelmezek, csoportos jelmezek. Nálunk nincsen első, második, harmadik kategória, hanem úgynevezett címeket lehet ezzel nyerni, például a leglátványosabb, legvarázslatosabb, de ezeknek a címeknek csak fantázia szab határt. A címek mellé a dolgozók által készített nagyon finom süteményt lehet kapnak még a gyerekek. Délután tombolahúzás és röplufi bajnokság vár a gyerekekre, este pedig a diák önkormányzat szervezésében a kollégista gyerekek számára farsang diszkó lesz. Úgy gondoljuk, hogy mi is mindent elkövetünk annak érdekében, hogy méltóképpen elbúcsúztassuk a telet, mert már nagyon várjuk a reményteljes márciusi napsugarat. A jelmezes felvonulást és zsűrizést közös tánc is színesítette.